svrha i cilj tipa projekata je povezivanje sličnih sistema sa jedne i sa druge strane državne granice. Smatram da i kad je reč konkretno o našem projektu, mi smo realizovali niz ciljeva koji imaju za cilj da naše sisteme učine kompatibilnim. Kao krajnji rezultat jeste da život građana kroz konkretne realizovane ciljeve bude na neki način kvalitetniji. Tako smo postigli izradom određenih studija koji govore o tome kako treba reorganizovati saobraćajne sisteme, kako ih treba efikasnije povezivati, s druge strane kako, na koji način navoditi novu opremu za dispečerski centar, što smo sa zadovoljstvom konstatujem i potpunosti uradili, zatim postavljanje određenih displeja na stajalištima, što to bolje vide naši građani, i niz drugih organizacijskih ciljeva kako pristupiti reorganizaciji određenih preduzeća koje se bave javnim prevozom, a i samih sistema. Ja kao inženjer bih rekao da u potpunosti smo realizovali naše ciljeve, jer rešavali smo konkretne probleme građana i život učinili kvalitetnim. Mi smo puno puta govorili da Subotica Trans kao jedno od vodećih preduzeća koje se bavi prevozom, pored gradskog i prigradskog, znači međumesnim i međunarodnim linijskim prevozom, bio je hendikepiran s obzirom da nivo informacione tehnologije i tehničko-tehnoloških sredstava nije bio adekvatan, da u punoj meri smo mogli biti kompatibilni sa sličnim sistemima iz Republike Mađarske, prije svega u Segedinu. Naravno, podizanjem nivoa sa naše strane mi steknemo mogućnosti dalje saradnje i učešća na drugim, novim nekim projektima. S druge strane, kad je reč o cirkulaciji preko granice, mi sa tehničko-tehnološke strane smo predložili nekoliko rešenja i napravili određene izvorno ciljne mape prema kojoj su zainteresovani naši građani. Naravno, ipak u ovome posljednje reči moraju da kažu organi, zvanični organi koji kontrolišu granicu, koji faktički mogu da odlučuju brži protok i roba i mérésénk azt mutatják, hogy van minőség, illetve mennyiség probléma a fejlesztésre határon átnyúló autóbusz, illetve vasúti közlekedésben. Nyilván autóbuszkon és železniskon szállásai osztai ki, kvantitatívan ki, kvalitatívan partnerben. Egyik legnagyobb probléma az a határtartózkodás, illetve a határátkelésnek a hosszú idője, ami akadályozza az autóbuszok közlekedését is, és emiatt nagyon a másik probléma pedig, hogy naponta csak 2-3 járatot eljött a Szegedről, a szokára jött vissza. Hát a kis problémástól sérülőzleg a kvázi autóbusz a szalvegyszerányi Szegedről, a szokatizódnak. Ennek érdekében mi javasoltuk a hálózat bővítését, egyrészt új határátkelőhelyek bevonásával, mint az új ásatlan, és határátkelőhelyeket is a Sziget. Ezzel el lehetne kerülni a hosszú határvárakozás. És várhatóan a régi Röszkei főúti határátkelés is megnyitására. Így javasoltuk azt is, hogy a melletmetszeneti autóbuszok kellessenek át időkerülve a hosszú várakozásra. I u skoro se može očekivati otvaranje starog graničnog prelaza između Reska i Horgoša ili naše predloge da se linijski saobraćaj, dakle autobusi koji saobraćaju po redu vožnje, da koriste taj granični prelaz za granice i time bi izbjegavati čekanje, dugo čekanje da prije ovdje. Emellett nagyon fontos, hogy az utasok egy helyről magyarul és szervnyelven aktuális információkat szerezhessenek az utazási lehetőségekről. Vágyom, hogy itt szépen ilyet, amit ezt nem tudom, hogy így
fontos, nem csak a Subotica Transzes a Tiszavolán, hanem a vasúttársaságok is, de egyéb szerbélyi autóbuszok szolgáltatók, mint a Szerelkans, hogy a vegységben az egységekülések. Potom cijelo je svakako neophodno, ne samo saradnje između Subotice Transa i Tisa, odnosno državne železnica Srbije i Mađarske, nego i drugih autobuskih prevoznika, kao što je Reče Trans i Reče Prevoz i Srbije. Ennek egy konkrét megvalósulása, egy szintén IPA támogatású projektben már meg is kezdődött, a CBC Transzparentezési projektben. Deo ovih zadatak, odnosno realizacija ovih zadataka već započet putem jednog drugog IPA projekta, a to je zapravo prekogranični plan izgledovanja. Amely tulajdonképpen jelen projekt folytatásának is tekintető. Tehát ez zapravo može smatrati i nastavno ovo projektu Dinasa. Így közösen a szerb partnerekkel egy magyar és szerb nyelvű közösségi közlekedési tulajdonképpen meg is kezdődött a stratégia, az ezen projekt keretében elkészült tanulmány, a stratégia gyakorlati megvalósítása. Na, hogy nagyon én zárkocsatom, hogy praktikusan a realizáció, és végül szeretném kiemelni, hogy a Subotica Transzal, illetve a térség egyik döntéshozóival, szereplőivel, szolgáltatóival nagyon jó volt az együttműködésünk a projekt során. Želim još istaći da smo imali dobru saradnju prilikom realizacije projekta sa donosiocima odluka iz regiona, odnosno s drugim prevoznicima i tim akterima. Ezt mutatják a projekt eredményei és az